Ha szeretnél menő PG-13-es termékeket venni, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni a leírás legfeljebb sorát, rákattint a linkre, és már kedvedre válogathatsz is. Ha van egy kis időt, kérlek, kövess be az Insta és Facebook oldalamat, ugyanis itt mindig kapsz értesítést az újabb videókról, és hogyha bekövetsz, akkor minden 500. vagy 1000. betűm után fogok PG-13-es termékeket szólni. Nálunk mindenki visszük srácként, amelyik is e-mailtünk egy következő videóban, és most ebben a videóban nem más tesz, mint itt vagyunk a sivatag közepén kise, szóval, ja. Megnézzük, hogy milyen az élet egy ilyesmi házikóban. Szia kis! Kis amúgy annyira, tehát tényleg minden videómban ott van, tehát akár nincs olyan videómban, ahol nem lenne ott kis. Remélem, hogy örültök neki, de hogyha esetleg azt akarjátok, hogy ne legyen ott kis, akkor nyugodtan meg tudjuk oldani, ugyanis pont beraktam ide egy kukát, amúgy vicceltem, tehát nehogy komolyan vegyétek, annyira érzem, hogy le fog rólam iratkozni 200 000 ember, mert hogy mindenki ezt komolyan veszi. Vicceltem kis amúgy eskü, tehát hogy ugye nem vetted komolyan kis nyugi, na. Szegény, jó Istenem. Jaj, de jó, kezdjük bele a videóba akkor. Szóval, kimegyünk mindjárt szépen körbenézni. Van nálam ugye hát egy csomó alap felszerelés, meg minden, ezekkel szépen meg is leszünk. Nagyon jó, és akkor szépen menjünk is mászkálni, és ó. Itt egy slime block, meg ó, ott egy csomó slime block, lol! Ott egy nagyon-nagyon hosszú slime block sor, és ez a chest a postaládám volt, de nem tudom, hogy valaki berakott egy könyvet. Oké, hát olvassuk akkor el! Szia Dani, kérlek segít, Sigus már megint eltűnt, és nem találom sehol, nagyon aggódok, érte? Úristen, bele sem merek gondolni, hogy ő most mennyire félhet, szegény kisigám már úgy hiányzik, legyél gyors, léci, mert nem lehet tudni, hogy meddig éli túl egyedül, már rettentően várom haza. Köszönöm szépen előre is, sokkal fogok neked tartozni, barátod Spongyob. Ó, aha, és ezeket a nyálkákat Spongyob hagyta itt, vagy Csigusz? Szerintem ezeket Csigusz hagyta itt, de miért volt itt Csigusz? Lehet, hogy elolvasta azért, vagy követte Spongyobot. Nem tudom, fogalmam sincs, de nézzük meg, vagy nem tudom, akkor elkezdjük követni. Viszont az ajtomat bezárjuk, szerintem, hogy nehogy valaki betörjön addig. Szóval, ja, akkor menjünk egy gyors megnézni, hogy merre is vezetnek ezek a slime blokkok. Ú, egy, mi ez, láda, és van benne csónak. Nagyon jó, amúgy oda vezet a slime block, szóval én szerintem itt meg is fogok állni. Nagyon, hogy most már odaig elcsónakázok, mert a csónakkal mégiscsak gyorsabb, meg minden, nagyszerű. Jó, ezt lerakom, hogyha vissza akarok majd menni. Nagyon jó, oké, királyság, jó, gyerünk, menjünk. Keressük meg Csigusz Spongyobnak. Hú, amúgy már egyszer volt egy ilyen videó, ahol Csigusz így eltűnt. Akkor az volt úgymond a nagyjából a téma, hogy Csigusz úgymond így, nem tudom, megutált a Spongyobot, nem tudom, hogy miért. És jaj ne, lávás cucc. Na jó, kis, muszáj lesz itt megvárnod, sajnálom. Igazából itt neked egy kis kaját, hogyha nem térnek vissza egy, mit tudom én, egy mennyi időn belül, mondjuk egy 15 percen belül nem térnék vissza, akkor nem tudom, akkor tiéd a ház, oké? Okay? Legyél boldog, vagy nem tudom, meg tiéd a gépem és a számítógépem. Minden izé, Wolf rendben, Dani, szia, hát nem annyira akar visszatartani, na mindegy, gyerünk! Jó, oké. Okay. Oké, minden jó, nagyon jó, oké. Okay. Ezeket gyors szétütjük, ezeket a pókhálókat. És megpróbáljuk megnézni, hogy mi is történt itt. Mi történt itt? Mi van itt? Labirintus? Jó, menjünk jobbra. Menjünk jobbra, mondta, hogy jobbra kell menni. Léci mondta, hogy jobbra kell menni, és nem rossz irányba megyek. És miért kellett ilyen lassúsági cuccot rárakni erre az egészre? Aha! Ne! Kell kettő cseszet találni, Istenem! Na jó, várjatok. Istenem, jó. Oké, okay. Jó, megkeressük azt a cseszet, nem érdekel, megtaláljuk. Ott nincsen cseszt, oké. Okay. Jó, én megtalálom a cseszteket, srácok, tehát nem fogok én itt szenvedni, az biztos. Biztos nem fogok én itt izélni. Vagy most végig menjek így az egészbe konkrétan, mert az írtozatosan sok idő lenne szerintem. Oké, itt van egy chest, ahogy látom. Jó, itt egy darab kar van. Ennyi szerintem nekem nem lesz elég, szóval, vagyis azt hiszem, hogy kettő kar kellett, nem? Tehát, hogy ott kettő izé volt, aha. Vagy nem? Na várjatok. Nem, csak egy van. Jó, oké, halleluja! Jó, oké, és oké, jumpolós dolog. Jó, itt el kell menni jobbra. Jó, oké, jó, nem erre kell, vagy merre kell menni? Itt van valahol biztos egy láthatatlan blokk, nem? Hol lehet itt láthatatlan blokk? Na várjatok. Aha, ott! Jó, megvan, jó! Itt merre? Aha. Jó, oké, itt nagyon-nagyon óvatosan kell csinálni! Jó! Hó, megvan, jó, ki ez itt? Gonosz tanár. Hát újra találkozunk, Dani. Hello? Te mit keresel itt?
Mi ez, emlékszel rám? Emlékszek, ja, te nem voltál sose kedves, gonosz tanár. Te mindig szivattál engem a buta kérdésekkel, meg nem tudom mikkel. Én adtam ezeket a feladványokat? Mi ez? Mikor robbant ki az 56-os forradalom? Hallod, akkor te zártad be Csiguszt is? Vagy ki volt az? Ki zárta be Csiguszt? Akkor így végül, vagy nem tudom. Mert az te voltál? Gonosz tanár úr. Tehát ezzel akart engem rávenni, hogy tanuljak, vagy bíves? Nem értem. Nem, én csak a kérdéseket írtam. Ja? Akkor te összeszövetkeztél azzal, aki bezárta? Vagy mi? Ha? Hallani akarom! Segítettél ebben? Hát mondjuk úgy is. Akkor, hagyjál békén! Utállak! Hagyjál, eláslak! Na, várjál. Édni. Nagyszerű. Jó melót, vagy nem tudom. Na jó van. Akkor nézzük a kérdéseket. Mikor robbant ki az 56-os? Úgysem fog menni, ha béna vagy. Mikor robbant ki az 56-os forradalom? 1756 vagy 1956? Jó, ez egyértelmű. Ezt mindenki tudja. Aki nem tudja, azzal igazából nincsen gond, de remélem, hogy tudjátok. Na, mi a magyar járműszó angolul? Na, ezt ki tudja, srácok, amúgy nyugodtan írjátok le amúgy közben kommentbe a kérdésekre a válaszokat. Amíg én tippelek, meg nem tippelek igazából, mert tudom, tehát hogy az ennyire nem vagyok rossz angolból. Tehát vehicle, ugye? Azt hiszem így kell kiejteni nagyjából. Szóval, ja, nagyszerű. Mennyi 672-ből 267? Hú, mik a lehetőségek? 405 vagy 326? Igazából... Na várjátok, ez 326 nem lehet, igazából csak 405. Nem fogom kiszámolni, igazából annyi nem lehet, nem érdekel, mert annyi nincsen. De amúgy 405 nagyjából így fejbe kiszámoltam. Na, melyik a helyes szinonimája az... Mi? Melyik a helyes szinonimája az infláció? Az nem az inflációnak? Na mindegy. Ja, az infláció szónak, jó, megvan. Pénzjavulás, vagy pénzromlás? Amivel én ugye olyan iskolába jártam, ahol ez is tantárgy volt, ezért ezt tudom, pénzromlás. Szóval, ja, ez eléggé király. Mi az ideje a botnak? 280 vagy 266? Na jó, ne! Na jó, ne! Ne már! Na jó, adok egy kis esélyt, hogy adjatok nekem segítséget. Nem adtok, jó? Oké. Van nálam azt hiszem bot is. Beledobom az egyikbe, elég, másikba, ott is elég. Hát ezt nem tudom. Na jó, tippelek. Egy perc, kimehetsz, hónap után bejöhetsz Szérnára, Cinegére, Ugortica, Azegére, fuss. Jött egy busz, benne volt a Vénkram, busz. Igazából ezt számoltam ki. Ide kell menni vajon? Nem. Oké, nem ide kell menni, de szerencsére volt OP-almánk, szóval túléltük. Jó, menjünk gyorsan hát a másikba. Helyes volt amúgy, igen, helyes volt, biztos, hogy benne helyes volt. Ja, igen, tudtam. Na jó, utolsó kérdés. Milyen állat rákúr lánya? Bána vagy elefánt? Jó, ez... Alapból, hogy élne egy elefánt a víz alatt? Tehát, hogy... Na, Istenem. Jó, van, mindegy. Na, gyerünk. Jaj. Ja, itt végig kell futnom. Jajaj, jó. Oké. Úristen, mi van ott lent? Jaj, hogy én oda leestem volna. Akkor szerintem nem nagyon éltem volna túl. Itt van Csigusz. Csigusz, hello. Csigusz, szia. Hello. Mau. Hello, szia. Figyú már, te mit keresed itt? Mi ez? Csigatáp? Mennyi izé? Szia Dani, szia! Mit keresel te itt? Nem tudom, igazából Svanyobtól kaptam egy könyvet, amit nem is hoztam el véletlen. De mindegy. Ez egy hosszú sztori. Figyelj már, Svanyobt téged vár otthon. Tehát, hogy ő nem akarta, hogy te elmenj. Te most miért vagy itt? Vagy nem tudom. A lényeg az, hogy kint voltam az éjszaka. És miért voltál kint? És valaki... Igen... valaki elrabolt. Tehát elraboltak téged ide? Vagy nem tudom. Tehát elraboltak. Aha. Jó. Akkor Csigusz, figyelj. Figyelj. Meg elmondom neked, hogy kéne ezt csinálni. Nincsen nálam blokk. Na jó. Hogy kéne ezt csinálni, srácok? Nagyon félek már, hiányzik Bob is. Figyelj. Csigusz. Van itt neked valami izé? Nincsen semmid. Na jó, tudod mit? Akkor figyelj, segítek neked, jó? Gyere, gyors felépítünk, jó? Megpróbáljuk akkor szépen úgy megoldani. Na figyelj! Jó, hát mindet te veszed fel, de hát igazából mindegy. Így is csináljuk én. Jó! Ó! Úgy, van nálad ilyen? Oké! Jó, gyere! Gyere nyugodtan, na! Gyere, nézd! Szépen menjünk, na, várj, odaadom a felét, és akkor te is szépen ugrálj, jó?
Na, az leesett. Mindegy, gyere szépen, majd ugrálj, én meg ütöm magunk felett, jó? Akkor srácok, gyors kiszabadítjuk innen Chiguszt. Azért mégiscsak, hogyha már így, na, megtaláltuk, akkor mégiscsak ki kell engednünk. Nem hagyhatjuk így magára semmiféleképpen. Szóval, ja. Gyors kiszabadítjuk. Felássunk, aztán go. Aztán szépen, szerintem már, nem tudom, haza fog találni, de lehet, hogy felhívjuk telefonon Spongyolbot. Meglátjuk, haza tudsz majd találni Chigusz igazából, vagy kell abba is, hogy segítsek, vagy nem tudom. Nyugodtan írd le, tehát, hogy nem baj. Hazamegyek én egy idő. Jó, rendben van akkor, királyság. Haj, na, csak gyerünk, menjünk. Próbálj meg szépen haza sietni. Mert nem tudom, hogy mennyire vagyunk mélyen. Jó, nagyon-nagyon nem vagyunk mélyen, királyság. Gyere szépen, Chigusz! Menjünk, gyerünk, jó, amúgy már nagyon-nagyon nem vagyunk mélyen, már mindjárt felérünk, csak remélem, hogy nem pont egy hegybe ásunk bele, mert akkor az nagyon nagy szívás. Akkor viszont még bőven áshatunk. Ó, nem, már ott van a föld, királyság. Gyerünk, nem vagyunk messze, gyerünk, Chigusz, menni fog, amúgy azt a földet te is kiüthetnéd már, igazán, nem azért, de mindegy, jól van, kiütöttem helyetted. Na, itt egy falu van, igazából, hol van az én házam? Ott a sivatag, ott van az én házam. Jó, oké, ott van ugye egy ilyen maja templom. Az is érdekes, tehát majd ezt lehet, hogy majd a következő videó megnézzük, nem tudom. Viszont a házam nagyon-nagyon messze van szerintem. Merre van a izé? Hát, ez meleg helyzet volt, igen. Gyere, Chigusz! Hol vagy? Chigusz, gyere nyugodtan közben. Köszönöm, hogy megmentettél, Dani. Hát szívesen, nincs mit. Gyere! Na, azért a házamhoz már menjünk el szerintem. Ott van. Ó, látom is, nagyon király. Na, ó, ja, itt van kis, juhú, itt van amúgy kis is, nem tudom, sziasztok, mindenketten álltok vagytok, szóval jó, ki fogtok ma egymással jönni. Na jó, mindegy, szerintem köszönjünk el inkább itt, most ezzel nem húzom az időt, hogy elsétálunk a házig. Srácok, szia kis, már rég láttalak, hát igen, rég találkoztok. Na jó, srácok, köszönjük, hogy itt voltok velem ebben a videóban, hogy tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, ha még akartok ilyen videókat, akkor pedig mindenféleképpen írjátok le a kommentbe, és ja, ez a videó után pedig igazából nem kezdődik következő videó, szóval ja, de holnap ugye ugyanúgy 3 darab videóm lesz, szóval készüljetek fel rá, és ja, holnap reggel 8:30-kor találkozunk a PGT, nem, a Dani Game csatornámon, szóval ja, na, sziasztok!